A bátorligeti ősláp közelében lévő buckákon valamikor még tölgyesek álltak, de a terület gazdag élővilágát elkezdte pusztítani a mezőgazdasági termelés. A múlt század elején még ezt a részt is erdős területek alkották, a 30-as évekre viszont szántóföldé és legelővé alakították. A 2000-es évekre a helyzet valamelyest javult, mutatja ezeken a légifelvétel rekonstrukciókon Leskú Balázs ökológus, aki szerint a szántóföldek és tájidegen erdők aránya még így is messze van a 100 évvel ezelőtti állapotokhoz képest. Ez pedig a Bátorligeti Ősláp Múzeum egyik terepasztala. Jelenleg itt állunk a terepasztalon, a bemutatóházban, vagy bemutatóteremben, és utána a rövid, vagy nem is annyira rövid tanösvényi túránk, az körülbelül itt fog haladni, és a legvizesebb részeken, az úgynevezett külső meg belső lábréten, ott fa pallóval is biztosítjuk a látogathatóságot, vagy legalábbis a szervezett csoportoknak a közlekedését, hiszen itt az év nagy részében azért nem lehetne száraz lábbal átkelni. Belépve a Bátorligeti ősláp és tanösvény kapuján, már is egy fél száz éves kocsányos tölgy fogadja a látogatót, amelynek közelében egy kisebb sztárt, a mocsári angyalgyökért mutatja a kamerának az ökológus, hangsúlyozva, hogy ez a növény egyedül a nyírségben található meg. Virágzó orchideákat kerestünk, de a szárasság miatt csak keveset találni most a láb területén. Az ökológus úgy látja, a tavalyi történelmi aszály a természetvédelmi körzetet sem hagyta érintetlenül. Bátran lehet talán azt mondani, hogy történelmi aszály volt, mind a mezőgazdaság, mind a természetes élőhelyek szempontjából, ugye a kettő azért nem is válik el olyan nagyon élesen, meg a kettő valahol egymással össze is függ. A tavalyi év borzasztóan száraz volt, és nagyon, nagyon komoly károk képződtek a vizes élőhelyeken. Nyilván azt kijelenteni, hogy ezek tartós, helyrehozhatatlan károk, illetve folyamatok, vagy esetleg ezeket a természet részben tudja kompenzálni és helyrehozni, itt még nem lehet kijelenteni, meg talán nem is célszerű ezt így eldönteni. Valószínűleg mindkét állításban van igazság, de az mindenképpen igaz, hogy a tavalyi extrémen száraz év az látható károkat és problémákat okozott, nem csak Bátorligeten egyébként, hanem azt mondhatjuk az egész Kárpát-medencében, de a vizes élőhelyeken is, különösen lápokra ez kimondottan kedvezőtlen és káros hatással volt. Hiába van mesterséges vízmegtartás, vízpótlás bizonyos területeken, ugye ez a légköri aszályt, a csapadékhiányt azért csak részlegesen tudja általában pótolni, és ami még elmondható, hogy a vizes élőhelyeket természetesen ez a aszályos időszak nagyban károsítja, de most már ott tartunk, hogy a laikusok által kevésbé vizes élőhelynek tartott, vagy látott, esetleg átmeneti mezofilabb, tehát kevésbé vizes vagy szárazabb területeken is látszik már ennek a kimondottan aszályos és száraz klímának a hatása. Kezdenek átalakulni az élőhelyek, van, ahol idéglenes változások vannak, valahol már tartós változásokról beszélünk, nyilván ezt élőhelye válogatja, de mindenképpen látható a hatás, és úgy tűnik, hogy azért ez hosszabb távon is már bizonyos típusú változásokat okoz. Ez például egy régi csatorna meder, amelyet emberi kéz alkotott. Azért hozták létre, hogy lecsapolja a felesleges vizet a korábbi termőterületekről, ma viszont már inkább arra szolgál, hogy javítsa a talajvízellátását. Az idei csapadékmennyiség már jobb volt, mint a tavalyi, de ez még mindig nem elegendő. Mindenképpen jobb a helyzet, mint tavaly, de igazándiból idén sem volt nagyon sok csapadék úgy általában. Ugye akár csak általunk még visszaemlékezhető 20 évvel ezelőtti időszakhoz képest is láthatóan sokkal kevesebb a víz a tájban, sokkal alacsonyabbak a vízszintek, az élőhelyek sokkal szárazabbak. Tehát azt lehet mondani, hogy az idei tavasz lényegesen jobb volt, mint tavaly, most jobban állunk, mint tavaly, de ez nem azt jelenti, hogy minden helyre jött és nincs probléma. A vízhiány úgy tűnik, hogy egy olyan általában általános probléma lesz a Kárpát-medencében, amire igenis oda kell figyelni mindenféle szempontból. Az ökológus szerint a jövőt illető legnagyobb kérdés minden látogató számára az, vajon még meddig tekinthetők meg a táj szerves részeként ezek a ritka, őshonos növények, és mikor jön el az idő, amikor már csak az üvegvitrinek preparátumaiban csodálhatjuk a természet egykori élővilágát.